Megújultak az Erzsébet utca 2-4-6-os számú épületek előtti útfelületek. Mint a városrész önkormányzati képviselője kedden egy sajtótájékoztató keretében mondta, nagy szükség volt a beruházásra, hiszen komoly vízelvezetési problémákkal küzdöttek az itt élők. Ugye itt egy komoly vízelvezetési problémával küzdöttünk. Nem csak autóval, hanem gyalogosan is nehéz volt megközelíteni ezeket a tömbházakat. Úgyhogy ez a probléma is megoldódott, hiszen 1000 négyzetméteren újult meg az aszfalt, a szegélyek 300 méteren cserélődtek ki, és 23 új aknafedél is cserélésre és beépítésre került. Ez volt a felújítás első üteme, a közeljövőben szeretnék a járdákat is megújítani a területen. A korszerűsítés az önkormányzat támogatásából valósulhatott meg. 44 millió forintból valósult meg a teljes felújítás, és ez teljes mértékben 100% összegben az önkormányzat költségvetéséből valósult meg. Szeretnék megköszönni mindenkinek a türelmét, akit az itt lakóknak, akik a felújítás alatt kicsit nehézségekbe ütközhettek mondjuk a parkolás kapcsán, illetve köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a felújításban. Molnár Tamás hozzátette, a folytatást az idei évi költségvetés fogja meghatározni, de a tervek szerint az idei év végére vagy a következő év elejére megtörténhet a felújítás következő üteme is.